Anyukám volt építész, és a nővérem is az, aki 10 évvel idősebb nálam. Szóval mindig nagyon erősen ott volt a családban az építészet, de a képzőművészet is. És én tulajdonképpen már kamaszkoromban tudtam, hogy művész akarok lenni, de nem hittem abba, hogy az egy pálya, amiből meg is lehet élni. Szóval amikor 18 évesen érettségiztem, akkor így formatervezés is lehetett volna, építészet is. Ott volt a képzőművészet erősen, de szóval építészetet kezdtem tanulni a bécsi Angewandtén. Gyerekkoromban már itt rendeztem kiállításokat a gyerekszobámba. De épületeket is rajzoltam. Mi úgy kommunikáltunk a családban, hogyha valaki nyaralni volt, akkor visszajött és rajzolt egy várostérképet, hogy hol volt a hotel vagy a lakás, meg egy alaprajzot, hogy milyen volt a, nem tudom, nyaralás, nyaraló, ilyesmik. Kb. Nem tudom, 15-16 éves koromtól kezdtem kiállításokra járni egy iskolatársammal. Úgyhogy én nagyon fiatalon így ismertem az intézményi rendszert is, tudtam, hogy mi egy galéria, mi egy múzeum, mi egy kiállítóház, mit csinál egy kurátor, mit csinál egy, mi az a kortárs képzőművészet. Szóval én nem voltam jó rajzoló például, szóval nem úgy azon a klasszikus módon jutottam el, hanem én már 16 éves koromban tudtam, hogy én konceptművész tudnék lenni, vagy az a fajta aktivitás, vagy gondolkodás érdekelt, ahhoz vonzódtam. És akkor ideig úgy tűnt, hogy ezt így az építészetbe is lehetne csinálni, hogy van olyan, hogy konceptuális építészet. Erre a bécsi Angewandtén nem a megfelelő helyszín volt. Az az elképzelés, hogy valami, ami egy épület, de egyben egy szobor is, de az egy 50-es évekbeli szobor. Szóval ez nekem valahogy kvázi a művészeti vízió emögött, ez így nagyon régi módonak tűnt. És az a fajta konceptuális gondolkodás, ami engem érdekelt, azt ott nem találtam meg, hanem inkább egy ilyen, tényleg ilyen old school, hogy nem tudom, be kell rúgni, valami olyat vadul kell rajzolni, és ha az olyan őrült, hogy nem is tudjuk, hogy mi az, akkor lenne érdemes azt megépíteni nagyban. Ez a fajta heroikus, expresszív gesztus, ez engem nem érdekelt, és elavultnak éreztem akkor már a 90-es évek közepén, vége felé. És szerintem sokan, azt hiszem pont az építészeti világban úgy látják, mintha kvázi a művészet valami jobb lenne, mint az építészet. Ezt abszolút nem így látom. Szóval kvázi, mint a nagyon-nagyon jó építészet, az már művészet. Szerintem nem. Ez két különböző logika által működik. Az egyiknek van egy célja és egy funkciója, ami nagyon nagy felelősséggel jár, és egy komolyságot követel, és egy elkövetettséget az emberek iránt, miközben a művészet ettől sokkal szabadabb. És vannak átfedések, de nem mindig ott, ahol az emberek gondolják, hogy nem tudom, abban, hogy valami nagyon cifra, attól művészeti. Egy építész azért nagyon-nagyon kell higgyon abban, amit épít, amit prezentál, amit a befektetőnek vagy a megrendelőnek mond, hogy igen, ez a megoldás arra, amire a felkérés szólt. Mint képzőművész azt mondhatom, hogy amit itt csinálok, azt szerintem nagyon jó, meg nagyon jól ki van találva, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez egy butaság, lehet, hogy egy hiba. És ez így belefér a képzőművészetbe és az építészetbe nem igazán. Szóval ez a fajta szkepticizmus, önreflexió, azt így vissza kell fogni, mint építész. És az a fajta szabadság, amire vágytam. Ugyanakkor persze tudom, hogy így a művészeti életnek is vannak azok a fajta struktúrák, amikből nem mindig lehet kilépni, és azok is lehetnek ugyanolyan fosztóak, vagy nem tudom, nehezek, mint az építész. Képzőművészet nagyon szűk mezőn mozog, ugye ritkán hat ki annyira a társadalomra, vagy sosem, mint egy megépült projekt, vagy mint egy nagyméretű intervenció a városban. Nem akarom glorifikálni a művészetet, mert ott is egy csomó ilyen nagyon buta zsákutcába is szaladunk. És ahogy elmozdult mind a két szakma így az elmúlt 20 évben, azt szerintem tök jó, hogy sokkal több olyan fajta átfedés van, ahogy így együtt lehet gondolkodni azon, hogy hogyan alakulnak a városok, ki a város, hogy lehet olyan szituációkat létrehozni, ahol, nem tudom, többen részt vehetnek
ennek a kitalálásában, vagy a használatában. És szerintem itt mind a két szakma tud egymástól tanulni. Az építészet egy nagyon fontos szerepet játszik a munkámban, azért, mert értek hozzá. Örülök, hogy építészeti iskolán voltam, és azokat a dolgokat tanultam, amiket ott meg lehet tanulni. Gyakran úgy érzem, hogy az építészeti tanulmányok, azok mint egy ilyen, az így felkészítenek az embert mindenre, amivel az életben így találkozhat. A kutatás, az analízis, a tervezés, a kivitelezés, szerintem itt ennek nagyon sok része van, ami írtó, hasznos és klassz, így mindenre. Úgyhogy az ott van, abban, amit csinálok. De mégsem azt mondanám, hogy az építészet a témám. A témám tulajdonképpen a kulturális produkció. Foglalkoztam a munkámban művészeti történetekkel, formatervezéssel, nagyon grafikával, tipográfiával, de az építészet az, ami a legnagyobb és leghosszabb ideig megmarad a városban, például, vagy a világon. Szóval azért szerintem egy nagyon érdekes olyan analízis alany, hogy így mit gondolt valamikor valaki ahol, hogy mit kellene csinálni, hogyan reprezentálja magát egy társadalom, egy cég, egy állam, egy intézmény. De ezek ilyen diszfunkcionális építészeti darabok, vagy projektek, amik így részben követik az építészet logikáját, de részben erősen eltérnek tőle. Például ezek az anyagcsomagok, amikben ugye lebontott épületek anyagait gyűjtöm össze, de összekötöm az újonnan odaépült épületek anyagaival. Itt két dolog összejön, aminek nincs közös helye tulajdonképpen, mert a régi azt kidobják, az eltűnik, az új meg bár ott van a szemünk előtt, mégse látjuk gyakran. Szóval az első ilyen anyagcsomagok, azok ilyen kis stócok voltak, különböző olyan darabokból, amik így a műtermemben voltak, részben projektekhez fűződően, így teszt darabok, vagy minták, anyagokból, amit használtam, de részben ilyen autobiografikus is, nem tudom, ott volt a fürdőszobai csempe, amit még a szüleim raktak a fürdőszobába, és pont mi lecseréltük egy másikra, és ott volt mind a kettőből, és az első ilyen 1, 2, 3, 4 ilyen kis csomag, az még így volt. És akkor már gondoltam, hogy tök jó lenne egy olyat csinálni, amely nem csak egy ilyen kicsi, dekoratív valami. És az első épület, aminek így konkrétan elkezdtem céltudatosan begyűjteni az anyagait, az egy társadalombiztosító épület Bécsben, abban az utcában, ahol lakom, a Vidna Hauptstraße-ban, ami egy ilyen 70-es évekbeli irodaépület. És pont így rájöttem, ahogy így mentem, hogy ez tulajdonképpen nem egy rossz épület, ilyen alumínium hajlított, alumínium homlokzattal van, aminek egy ilyen bele van nem marva, hanem préselve egy ilyen ornamentika. És gondoltam, hogy oké, nem tudom, Németországban egy csomó ilyen van, de Bécsben nincs olyan sok ilyen magas színvonalú 70-es évekbeli irodaépület, és nem tudom, miután erre így rájöttem, pár héttel később ott volt a tábla, hogy lebontják, vagyis visszabontják a betonvázra, és egy új homlokzatot kap. És akkor onnan szereztem az első darabokat ezekből a hajlított alumínium részekből, és akkor jöttem így rá, hogy ezt kéne csinálni, hogy ezeket gyűjteni, és akkor megvárni, amíg megépül az új, és abból is gyűjteni. És ebből lett ennek a projektnek az első nagyobb kiállítása a Kunsthalle Bécsben, aminek az volt a címe, hogy 9 Buildings Stripped, szóval 9 épület így lecsupaszítva, ahova összesen 9 bécsi épületet követtem úgy, vagy bontást, újraépítést követtem úgy, hogy ezt így megvalósíthassam. Tudtam, hogy nem tudom, múzeumok begyűjtöttek olyan dolgokat, mint a feliratot, Zypernhof, meg nem tudom, lámpákat, emléktáblákat, kilincseket, de nem ez volt az, ami érdekelt, hanem engem tényleg így az épület felülete, bőre érdekelt, amit nem nagyon teszel senki, még szuvenírként sem nagyon, vannak ilyen nagy
terrazzo padlólapok, volt egy ilyen vörös márvány falburkolat. És nagyon sokáig kerestem, és sok e-mail és sok telefon alapján, akkor valaki említett egy Frau Schmidt nevezetű nőt, aki tanár, egy bécsi tanárképző főiskolán, és hogy ő talán eltett ilyeneket, és akkor hozzájutottam, és ő tényleg az iskola pincéjében, ott nem tudom, 100 négyzetméteren televakta a Südbahnhof darabjaival a pincét, és álmodozik egy ilyen fajta a Südbahnhof múzeumról, és tőle kaptam ezekből a darabokból, kaptam vörös márványlapot, kaptam kis mozaik csempét, kaptam padlólapot, és így tudtam retrospektív létrehozni ezt a Südbahnhof munkát. Ritkán volt még egy olyan projektem, képzőművészeti projektem, amit így mindenkinek el lehet magyarázni egy pár mondatban, és a legtöbben látnak benne valami értéket. Az építészek, a tulajdonosok, de az építők is, akik ott. Szóval gyakran úgy gyűjtem be, hogy csak ott vagyok a bontáson, és elkérem így a kerítésen át, hogy adjanak már egy darabot. És így mindig szívesen adnak, mert így, mielőtt kidobják, így látják, van benne valami, hogy azt valaki elteszi.